egy évvel a választások előtt megérkezett a valódi, hiteles országértékelés. Az Európai Unió most publikált felmérésében a magyar régiók adatai azt bizonyítják, hogy Orbán Viktor Európa szegényházává tette hazánkat, Magyarországot. És még mielőtt a Fidesz Brüsszelt valótlan hazugságokkal vádolná, szögezzük le, az Európai Unió, a bizottság, az Eurostat, a Világbank, a magyar kormány és a KSH hivatalos adataival dolgozik. Az EU felmérése szerint az életminőség színvonalában egyetlen egy magyar régió sem éri el az Európai Unió átlagát. Mind a 7 magyarországi régió 2013-hoz képest lecsúszott. Észak-Magyarország egészségügyi szempontból egész Európában az utolsó előtti helyen áll. A gazdasági kilátások siralmasak, az alapoktatás helyzete és az állami intézmények hatékonysága egyenesen tragikus. Ide vezet, hogyha a régiónkban a Magyarországra szánt Európai Uniós forrásokat a haveroknak adják, tehát ellopják. Ezért mondja azt a Magyar Szocialista Párt és Botka László, hogy itt 2018-ban kormányváltásra van szükség. Az emberek érdekében, a családok érdekében, a jövőnk érdekében, a gyerekeink jövőjének érdekében. Az urizáló fideszes elit kormányozza ma az országot, el kell őket küldeni 2018-ban. Azért mondjuk azt, hogy 2018 után adózzanak kevesebbet a kiskeresetűek, és adózzanak többet, akik sokat keresnek. Azért mondjuk, hogy 2018 után extra adót kell kivetni az oligarchákra, és az így befolyt pénzt a rászorulókra kell költeni Magyarországon. Ezért fogunk olyan fizetéstemelést adni, aminek a felét nem az állam szedi be adóformájában. Mert aki ebben az országban 8 órát dolgozik, az nem nyomoroghat. Minden adat, minden statisztikai adat azt igazolja, hogy változásra van szükség Magyarországon, ezt a változást pedig Botka László képviseli.